Na, hello, hello, sziasztok! Halli, Szia Tibi halli. bácsi, szia Tibi! Sziasztok. Na, konkrál itt minden, úgyhogy majd. És azt vettem észre, hogy mikor az iTech-et el akartam indítani, hogy az is megakasztotta most a gépet. Na, kifagytunk. Honnan? Szia Tamás, szia Zoli, szia Tibi. Én fagytam meg. Nem Te válaszol. fagytál? Jó. Nem, szerintem újra kéne indítani a gépet, most valami keresztbe Aha. akadt. Keresztbe akadt az OBS meg a játék. Nem a játék, hanem a fejkövető kamerás megoldásos sztoris. Na de mindegy, na mindegy. Milyen hosszú fuvart szeretnétek egyébként? Figyelj, ilyen 600 mérföldnyi környékét kell, mert az ugye napba belefér. Ha mostan indulunk. Van, úgyhogy passzöveg. Hogyha szia, hello, hello. Még egyszer? 550, passzöveg 551 mérföld. Teljesen jó. Innen valahonnan, közelből. Hát, bitument ír. Grand Canyon AZ. Hát, az itt fölöttünk lévő város. És nekem mi van? Vagy be kéne gurulni itt a izéhoz. Ezt megnézni, hogy innen mibe megy. Jó, nézd meg, én addig, hogy hívják. Mert ugye ez nincs rajta a térképen, ez két város között van ez a... Igen. Azt nem tudom, hogy ez mi lehet. Na, kezdjük a hetet. Van egy marógép, ez túlsúlyos rakomány, 325 mérföld albi körkibe kell vinni. Van egy dömper, vagy nekem a másik az egy mobil kordon, Uklakba kell vinni. Ez 901 mérföld. És nekem még más. De neked nekem... van dömperető, Vási? Ne. Úgy tűnt volna, de mindjárt megnézem. Lehet, hogy az valami DLC-s. Lehet, hogy a... nem DLC-s, hanem lehet, hogy vagy olyan, nekem olyan helyre viszi, ami nekem ugye megvan. Nem, Denverben van egy innen, egy ilyen földnyesőgép. Azt mondom, hány mérföld? Van egy keverőtartály, az is ilyen 700 mérföldes sztori. Ja, akkor az jó. Nekem ez a rövid van. Egy rövid, egy hosszú. Ez 524, ez a dömper, a csuklós dömper, és ez Elibe NV. N és sima V? Igen. Azt hiszem, ne vadalsz nekünk, megvan. Van. Nem, az megvan. Ez 524 mérföld. Igen, de azért nem látjátok, mert ez Volvo. Ah, erre gondoltam, hogy azt szerintem... Igen, most néztem meg fent, hogy Volvo csuklós dömper, így van. Hogy van ez a mobil kordon, amit mondta, csak ez 514. Hát, Roy-nak van. Az viszont része. Alamosa CO. Roy a tényleg. Colorado. De Colorado is. Mondtam, hogy... de ez mondtam, nem hogy... innen megy, Roy, amit te nézel. Hát honnan megy? Itt, innen megy. Az nem. Hát a bitumen? A bitumen lévő városban van.
Mi most egy cégnél vagyunk két város között. Ott van, nézd. Ezt is azt írja, hogy bitumen. Ja, tiéd is. Itt állunk benne. Ja, ez a bitumen? Ez a bitumen. Igen, meg itt fenn is van egy bitumen. Itt is van. Ja. És itt van ez a mobil. De mindegy, valamelyiket választok. Ami itt van, azt választ, akkor elvállalod, és akkor azzal megyünk. Később elmehetek. Jó, a mobil kordon az, mondom, 514. Jó, vállalod. Jó lesz az. Jó lesz az. Az teljesen jó. Sokat ülsz autóban? Rossz a színe, sárga. Hát ezek a mobil kordonok, ezek. És a színválaszték sem túl bő. Ezek a mobil De nem így van. Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésbe, amennyiben japán partnerüket valakinek meg kell várnia végül. Minden nőt un valaki, ahogy szokták volt mondani, és ez ügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, nem, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy arra választanak egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS vétel. Kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS vételt. Egyebekben pedig jó vezetést kívánok, és jó hangulatot, és japán nőt. De nem rövid az biztos. Nem, inkább hosszú. Ez legalább nem rövid, de nem is hosszú. És még sárga is. Ugye? Ó, várj itt nekem. Hogy van ez? Akkor így nézzük majd ki. Ja, Kolaszi már az igazolt távolléte, igaz? Uh-huh. Igen. Elvitte a vanyat. Én eskü hétvégén szétkapom a kormányt, azt elenyomom zsírra. El, azért arra figyelnem, hogy miért. Lássuk a mezei gépzsírt. Ezek van ez a szilikon zsír, ami egy elég jó komponensű, vagy nézd meg esetleg a neten, hogy mit ajánlanak hozzá. Van VD40-es szilikon zsírom. Fújhatom. A vajon, most ilyen rábőzítő most. Ha megnézed. Hát az eleje. Jönész. Oversize load. Az van kiírva a végére. Nem tudom, én tankoltam, de valakinek kell a... Index balra, kormány balra, megyünk balra. Most balra fordulósan játszunk. Beletés van, hogy hívják, hogy fogok majd. Jó.
Majd menet közben valahol, majd megtankolok. Érdekes volna. Tök jó. És érdekes, én is azt, hogy hívják hallom, hogy most még a hang is jó, hogy előre. Míg el nem kiabáljuk. Ez is lehet, hogy akkor csak hármat tud normálisan szinkronizálni. Már a negyediket nem. Meg az ötödiket. Na lehet, hogy az sokan. Nem sokára jobbra kell menni, de tényleg. Menjél jobbra. Úgy tud söpörni ez a rakomány. Söpörni? Igen, a hátulja. Ja. De ellenkormányzásos hátulja van. Igen. Steve Bye, én látom, hogy szépen kanyarodik jobbra, ez meg söpör balra. Nem is tudom, hogy vannak ezek a ilyen dokus filmek, mikor visznek ilyen túlméretes dolgokat, és akkor tudod, hogy távirányítóval, meg ilyen, mit tudom, mivel ottan irányítgatják a... Millió egy kerék, jaj, amikor vitték a, például a szélturbinának a lapátját, meg házat tényleg, olajkúthoz cuccokat. Ez durvák ezek. Mikor Cuxhavenben dolgoztam, és volt ez a mobil olajplatform, ezt egy csarnokba raktuk össze, ez egy ilyen négyszintes építmény volt, tele szivattyúkkal, csövekkel, vizével, és oda is kettő ilyen gurult alá, ez a teli kerekekkel, és vitte ki a kikötő, illetve hát a, igen, a kikötő részbe, ahol a daru beemelte a hajóra. Élmény volt ezt úgy végignézni. Hol is hiszem. NTS-ben is van, de az csak single mode-ba játszható, úgyhogy... De ez az, hogy például, amikor tudom, ez a felvezető autós... Azaz, igen. Túlméretes dolgok, hogy ezt is miért nem tudják még megoldani, hogy mit tudom, hogy megy egy konvoj... Bele lehet menni. És akkor hogy hívják? Vezetéssel. Hogy igen, akkor ő felvezet, és akkor nyitőm egy három ilyen teherautó, és akkor go. Na, kamion. Hát főleg így a sima konvoj módban, mert itt ugye nem találkozunk. Hát itt azért, igen. Szerintem itt megoldható. Hát jó, csak addig, míg az IV addig elég egyre is figyelni, tudod? Ez az. De még arra azt mondom, hogy azt mondják, hogy mit tudom, maximum 4 ilyen lehet egymás mögött, mert azt tudja igazából ugye leszedni, arra még azt mondom, hogy kezelni maga a játék. De ezért, hogyha itt vannak ezek a több módos kombó, vagy ezek, mint ahogy szoktam itt heten is lenni,
Igen. Ott azért elég nehéz lenne valószínűleg megoldani az elején hátulja a tanálbiztosítást, de akkor is biztos meg lehetne oldani csak. Csak akarni kell. Három fős lenne az igazi. Ugye elő hátul egy-egy kísérőautó, és akkor meg aki szállítja a nagy rakományt. Na, tehát mondjuk ezt simán megoldhatnák, mondom, tehát így a konvoj menetbe, hogy azért lehessen így menni. Mert igazából nem nagy, nem hosszú távra kell menni, mert ilyen 300 kilométerekről van szó. Tehát az, mit tudom én, az itt mennyi lett mérföld, ilyen 200 mérföld, 152. Egy olyat, ami az a kamionmentős. Aha. Hogy ugyanúgy, mint a busznál, megvoltak a fuvarok. Tehát, hogy amikor azt a módot használod, akkor gyakorlatilag ugye megvan az, hogy A-ból B-be, de ez egy nagyon hosszú, ilyen jó nagy dög kamionmentő volt. És hát szépen a rúddalodat alatt ott a kamion, úgyhogy rajta volt a pót is. És akkor úgy kellett, biztos nem sok kilométert mondjuk azt nem is figyeltem, de A-ból B-be elvinni a kamiont ezzel az autómentővel. Hát nem tudom, Tamás, lehetséges, hogy rendőröket is be kell vonni, de hát most ez tök mindegy, de most a játékban most itt most nem az a lényeg, hogy most rendőr, nem rendőr, hanem hogy csak single-be tudod megoldani például azt, hogy ilyen túlméretes dolgokat tudjál szállítani. És hogy az igazából teljesen jól jönne, hogyha itt is tudnánk mint a konvoj menetbe is, hogyha tényleg nem is 8-nál, de mit tudom én 2-3, esetleg 4-nél még engedélyezni. Így van. Mert azért úgy látványos, mikor elindul egy ilyen konvoj szállítmány, és akkor van egy felvezető autó, meg van egy záró rész, és akkor úgy menni. De hát olyat is láttam élőben, hogy nem egy kamion, hanem több kamion szállított le mondjuk egy ilyen szélerőmű darabokat, és akkor ugye konvojba mentek. Mert felvezető autóval így van, széles rakomány, hát stb. Igazából itt is, mikor mész, mikor egyedül is mész, azért itt több felvezető autó van, mert egy csomó helyen le van zárva az út. Tehát nem, szerintem nem muszáj ahhoz a rendőr. Hát vagy úgy, hogyha hozzá van rendelve, ott meg tudják csinálni, hogy az adott útvonalon keresztedésekben már eleve ott áll ugye akár a motoros rendőr, vagy akármi. Tehát ha úgy van megírva az a fuvar, hogy gyakorlatilag... Igazából ide is bele van hozzon már a motor, tehát az AI között már van olyan program, amiben benne van a motor, hogy motorra lehet menni. Mert ugye ott is úgy csinálják, mert ugye adott útvonalon, amik vannak kereszteződések, ugye ott a begenerálja a zárás, tehát ez biztos vagyok benne, hogy meg lehetne ezt oldani szerintem. Biztos. Hello Viktor, szia! Szia Viktor! Egyébként ment dolgozni délutára, és hát 4 órára. Tibi, csak szólok, hogy lámpánál lassítunk. Jó. Már látom tisztes, most távolságot. Tisztes távolságot. Igen, látom. Menjél szépen egyenesen tovább. De most így valahogy gördülékenyebben megy nálam is a jár. Úgy látszik tényleg hármat jól be tud szinkronizálni. Valószínű, igen, ez a 3-as szinkronizálás, ez még... De hogy akkor miért csinálja meg 8-ast, hogyha 3-assal tudja mondjuk megoldani ezeket a dolgokat? Ez jó kérdés. Nem? Tehát most... De nem. Hang milyen? Nem volt eddig gond? Végig van hangja a járműnek, tehát... Végig van, van. Nincs gond az enyémnek. Ilyenkor már jelentkezni szokott. Tehát te mikor kimegyünk a gyártelepről, már ott már jelentkezik ez a probléma. Na, szerinted ezt eltaposom, mint ezt a kis autót?
79-es MSM van, vagy FPS-em van. Az itt nem is volt ennyi lájpa még sosem. Sokat kaptál mi? Igen, hát ilyen 30, meg ilyenek szoktak lenni. Épp a táj is így. Nekem fixen 60-on van. Hát jó, te paps kettőre nyomod. Oda meg sok ember kell, hogy üzemeljen. Úgy van. Figyelj, csak itt van az erkélyen kint a mókuskerék. Úgyhogy már mókusok le vannak váltva, már most borzó futnak benne, hogy mennyit, úgyhogy termelje az áramot. Meg egy szobabicikli, az is be van állítva kimondottan áramtermelésre. Lazit helyettesíted és mérsz? Persze, ez a... Ó, nekem is piros. De neked általában piros és zöld, nem? Ez attól függ, milyen kedvem van, igen. Nem szeretnének mindenféle hülye információkat feltartani, de érdemes jobbra érdemes tartani. Ami van most itt hirtelen. Meggyülekeztem rendesen. Ehe, nekem zöld. Ehe. Kivételesen nekem zöld. Még jó, hogy nem jöttek szembe. Nem egy durlok itt egy kamion mögött. Bububúzok. Befélsz meg te? Nem letolom a személyautón. Raj, lesz egy személyautó az uton. Jó, szembe jövőben jövök, úgyhogy teljesen mindegy. De szembe fognak jönni. Jön egy kamion szembe. Oké. Ahogy leelőzted, fölgyorsítottad egyébként. Király. És megtoltad? Vagy húztam le egy kis útkordon szín. Besárgítottad. Majd menjél balra. Nem most, te kis kócos. Három D-s a játék, illetve 4D-s, mert most már székem is mozog, ahogy az asszony rángatja. Csak nem friss csörni át, nem? Ő megy? Ugye hirtelen kanyar? Az, beesti a székről. Figyelj, annak idén emlékezettek vissza, a Ace Venturában is volt ilyen a kettőben. Akkor volt a földrengés, ez mikor a cölöpön volt a
a fenn a belszülött, hogy férfivá avatják, és akkor... Igen, igen. És akkor megrázta a cölöpöt. Megrázta a cölöpöt, meg ott a köpőcsével köpködte. Igen. Na jó, az enyém nem gyorsul annyira kívülásnak. Hát mondtad, hogy acik szétszaladtak, egy kicsit kevesebb a mélyénes. Opa. Ez ilyen nyugodt kamion. Nem is kell, hogy öröges legyen. Csak megállni is tudjon néha. Vagy távot kell tartani. Abstand, Halter, abstand. Azaz. Imádott, nem? Annó, mikor ide kikerült, és ugye tanulta a németet így. Mit keres a kettő? És a lényeg az, hogy lakanyarodunk egyébként. Akkor ugye, úgy van, hogy a Feuerwehr, ugye az a tűzoltó. Igen. És van a Fahrzeug, ugye az egy járművet jelent. És ugye mentünk az autón, és valahogy mondták, hogy ilyen és ilyen Fahrzeug defekt, tudod. És egy idő után megkérdezsz összeni, hát ezek a tűzoltók hogy fognak kérni bárhova és állandóan lerobbanni? Ja, aha. Tehát a Fahrzeugra, ugye, hogy a Feuerwehr, hogy... tehát összekeverült a két szó. Szóval összekeverés van, aha. Overshield load. Az bizony. Ha ezt el tudod olvasni, túl közel vagy. Ja. Egyenesen kellene csak úgy menni. Gáz, vég, meg ilyenek. Korábban láttam egy zsivákot egy személyautón. Azt mondja, hogy... ha mennyiben ezt látod, remélem a végrendeleted elkészült már. Valami ilyesmi kicsit biztosabban volt így megfogalmazva, de... de igen. Egy speciál jó nagybetűkkel van, tehát... igen, szóval ezt is lehet látni, jajaja. Szépen kezd elromolni az idő. Ja, ja. És ugye, ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtérjük. Ilyen lenne, ha olyan hova kéne a helyzetek, mint most balra. Úgy gyoktatózva. Ami nem áll távol tőlük, tehát... ez a DR. Igen. Ó, Zolika, köszönöm szépen a kiváltást. Na, majd live után beaktiválom. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. A konténer.
A Shintung TV. Az vagy nekem, igen, mint igen. Testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Ezért jó nagy követési távolság. Vittem a táblát, ha valakit érdekel, ott oldalt megtalálja. Jó. Az lenne, hogy jó, szállt, jobbra menjünk. És utána szeretném, balra megyünk. Én vagyok a tábla gyűjtő. Menjünk el, gyűjtő. Balra. Finom kis kanyarok vannak. Ugye? Vannak a bálák, elfejtették összeszed. Viktorként hagyta. Valószínűleg jó. Igen. Szegény torpont, aki nincs itt, nem tud védekezni tőle egyből. Ah, jó volt. Ez abszolút kellően vidéki út, ahogy nézem, nem autópályán rongyolgatunk, hanem valami kis látványosság féle is előfordul, úgymond. Nem úgy, mint egy autópályánál, hogy... Nem váltunk sebességet, egyenesen megyünk. Hogy csak mész. Körülbelül. Csak na. Na, mennyi, aj, mennyi, mert... Toljad neki, nyomjad neki, mert meg leszel nyomva. Hiszem a közepén a jelzőket aztán. Igazi jó magyar szokás szint. Hol állunk meg az elvakárlés közepén? Persze. De hogy magyarul se el tudja menni, tudod? Majd átmászik alattam. Alattam, hogy felette tényleg. Nem, kanyarodsz be. Se jobbra, alatt. Se balra, egyenesen. Jó, megvárt engem is. Rendes volt. Azaz. Eddig nem volt kanyargós, most egy kicsit megkapunk belőle. Kis szerpentin. Még jó, hogy én is kijöttem most már külső nézetbe. Egy pincurit, mert... Itt nagy hol szokott lenni, mert... Egy itt van a tél, kis cölöp. Igen. Itt át. Aki az árokba balra. Elvitt egy táblácsot. Nagy volt a lendület. Vagy elfogyott a fék. Az is lehet. Milyen szétfestése volt? Épp területen megyünk most, ez a sziklás erdős, érdekes.
Igen, láttam ezt a sorompót. Régebben volt olyan, amikor ilyen területre hozott a GPS, és írta, hogy elméletileg a nagy terrótól behajtani tilos volt. Mm-hmm. Olyan területen mentünk el. Van és kénem szentve így ez a völgy. Figyeltem, mikor nagy a hó, meg a jég, akkor itt nezetten zárni ezek az utakon. Én is úgy hírségét csináltam, mert most hétvégén, vagy múlt héten volt akciósak. A RTS, ATS cuccok. Meg kellett volna venni a valamelyiket, ami még hiányzik. A négyből egyet vagy kettőt meg kellett volna venni. Én meg nem is tudtam, hogy akciósak. Nekem szokta jelezni, hogyha akció van. Csak már valamiért én most így lemaradtam erről a dologról. Hát itt nem voltál otthon szombaton, aztán vasárnap megmentél, úgyhogy... Vagy mi tegnap? Hétfőn, jajjajjaj. Hát most így jött össze, majd lesz az még. Ja, lehet, hogy csak, nem akarok ilyesetni, lehet, hogy csak hétvégén átlod, vagy lehet, hogy egészet jó volt, már most passzom, de úgyis majd most jön megint majd valami akciók, remélhetőleg. Videó megvan nektek? Igen, lila. Akkor én félreálltam. Jó. Ritka alkalmak egyike, amikor az... Rói, megállkozott közötték. Ritka alkalom. Sem ritka alkalom. Mit találtál? Semmit, megálltam, megvárom tényleg. A most. Jó. Ja, nem, tényleg, ezt a múltkorában néztük szerintem. Csak hogy most így egész jól néz ki, nem fölemeli a kamerát erre a völgy részre. Épp. Ilyen helyeken mentünk motorral, ugyanígy. Gyönyörűen leláttál ez ebbe Ausztriába is, Svájcba is. Ilyen, így voltunk motorral, motortúrán. Hát, az jó lehet. Érezném komfortosan magam ilyen helyen. Hát... Nem versenyezni voltunk maradjunk ennyibe. Nem azért, csak első alkalommal, amikor mentünk kormányba és kibukkantunk a... tengerpart fölött, nem tudom hány méterre lehettünk, sok. És hirtelen lenéztünk. De fura érzés volt, nem? Hát abszolút. Hát hogyha az E65-ösön mentél volna végig, hogy lemész ott a Cirkvenicának ott azon a részen, és úgy mész lefele, ott meg totál így mész, hogy lent, ott a tenger van végig szinte. Igen. Majd, hogy nem. Hát ugye először, amikor körpön voltunk, akkor egy darabig ott arra fele. És a legjobb rész különben az a Paksziget környéke. Na ott aztán olyan, hogy szakadék, és akkor ilyen bukógombák vannak, mint amiket most beraknak a villamos sim mellé Pesten, meg az ilyen nagyobb városokba. Tehát annyi a szalagkorlát, tehát onnan már a szakadék van, és nem egy autó volt ott lent. Na baj. Úgyhogy, na ott nekem is fritzolt. Ott azért én sem mertem gyorsan hajtani.
Itt van egy út befele. Egy rejtett út, amit én annak idén felfedeztem. Hoppá. Vigyázz a kanyarokkal, mert becsapolsz. Nem, oda beszpónolt egy autót, hogy volt egy másik hely, és akkor pont hogy odaértem, akkor szpónolt oda egy ilyen parkoló kis jeep-szerű valami. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Itt lehet kijönni. Hogy van a tűi? Már szedik a bálánkat, ott volt a traktoron. Ja. Szegény Viktor meghallotta. Ja. Yes! Szép jó reggelt neked is. Hello. Mész újság. Köszi szépen a linket, megkaptam, megnéztem. Hát... Az is ki van fosztva. Lassan húzódj jobbra. Később pedig majd, hát utána, egyenesen. Hölgyeim és uraim, egyenesen! Hát igazából én csak felmentem, körülnéztem. Hát lehet rendelni, de nem néztem mondjuk meg ezt a rendelési dolgokat, hogy amik fogadtak, majd nem magyarul van. Tehát angolul van, meg szlovákul. Ja, azt beszéltük igen tegnap, hogy... Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Tarts jobbra! Bicikli! Bicikli! Azon gondolkodom, hogy a GPS-eket miért rakják mindig háttal a kilátásnak. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Most olyat csinálok, amit nem sírunk, szoktatok látni. Ja. Úgyhogy... Igen, hiányzik a pótnak a közepe. Kivárták flexel. Hát tudom, minnyien. Ez a könnyítés. Kettőszázharminc. 2,16 gallon belement azért. Hát azért meg kicsit borzott a tank. Menjél jobbra. Pont a célunk előtt van ott egy benzinkút, meg egy szervíz egyébként. Azt hiszem, kaki van a palacsintában. Újra tervezem? Húr, de jó hangja van.
nem aludtam az éjjel. Nem járnak jól velem. Egy másik hangot lehetne? Nem. Index, balra. Kormány, balra. Megyünk balra. És a folytassuk az utunkat. Legutóbb ide hoztuk az ötöst. Na, esik az eső. Előtte való. Kivébe. Igen, csak valagy. Itt volt az, ahol át akartam menni. És úgy beállni. Igen, a lemúlsza, tényleg. Ez pont az a rész? Igen. Megkapja a fülét. Előre, egyenesen, szépen, tovább. Most így benéztük? Balra! Hát nem, nem adta nem, meg. Nem most, hanem picit később. Nem be kell látni, képzeld. Ja. Fordulj balra, szerintem. Na most. Se jobbra, se balra, egyenesen. Azt még nem tudom, hogy fog sikerülni. Az első zöld, hogy át tudtam rajta menni. Ez itt sehogy nem fog sikerülni. Elcsúsztam. Dehogy nem. Ne csaljál, ha már bevállaltad. Jézusom. Mm. Menjünk balra, vigyázz a falra. Ott akartam átmenni. Balra játszunk. A jó múltkor. Ismerős ez a környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. Pisálok, de jobbra! És utána nem fordulunk sem erre, se balra, se jobbra, se, hanem megérkezünk. Ja, igen, mert itt a másik oldalról mentünk. Csak 150 gallon. Jó, srácok. Ezt kéménybe korom ma. Ez nagyon elsőre. Ilyen se sűrűn szokott lenni. Csornék ő. Úgy, ahogy mondod, úgy, ahogy mondod. 77 mérföldesen van.
Nagyobb esetleg? Hát, igen, van nagyobb, 1152 mérföld és 1234. Ez a három fuvaron van innen. A 477-es az egy erdészeti talaj. Mi ez? Talajtakarító. Úgyhogy szerintem ti is nézzétek meg, aztán meg kiderül, hogy kinek mi. Hát nekem van itt sok minden. Hát én csak ezt a céget néztem, ahol vagyunk. A gépkocsik, az 800 km Alamózából a Drake Car Dealertől. Alamóza, hogy van itt tartály, 949, az Victoriába visz. Egy homlok rakodó 652, a, ez is itt jó. A Lamószából, az Astilből. Az itt van, az, ott vagyunk. Na nézzük meg, hogy az mit, hogy az egyáltalán tudjuk-e vinni. Logan. Az szerintem jó lesz. A másik cég lett, gondolom. Ez az Astil. Nem, egyen bejjebb van. Ja, ez más. Ja, igen, igen. Kell a földúton bemenni. Igen. Becsapott, mert a medvink kitakarta. Mielőtt elvállalom, viszont lehet, hogy át kéne rakni. Vagy majd reggel, Didi. Vagy ha elvállaltam. Roy. Itt vagyok. Most azon gondolkodok én is, hogy szerintem átjuttek-e. Bár azt hiszem, hogy nekem, hogy mennyi idő van a teljesítésére. Lejárat 3 óra. A másik is 3 óra 48 perc a lejárat. Tehát már vállalásba. Most átpörgeted, akkor nekünk nem valószínű. Akkor nem lesz meg. Gyerek, pörgetek. Pörgetek. Akkor megnézzük. Vagy várjál csak. Ha megnézzük, akkor vagy. Nem, pörgess, akkor azt majd megnézzük utána. Csak azért, hogy nehogy, hogy hívják legyen. Okay. Úgy az abban úgyis este van. Helyette. Aha. Ja. Jó, pörgettünk. Csak közben nekem eltűnt a... Az várható volt. Kell mennek. Hát... Na most. Jó, oké. Megvan? Ja, a beáll-e azért. Na nézzük. Jó, azt mondja, hogy... Van itt fém hulladék, de az 1100 és 652 mérföld homlokrakodó. Teljesen jó. Alapvetően ez így. Mert én meg Szalinát néztem volna, a következőek, hogyha nincsen, az ilyen 474 mérföld is kamion kellett volna Western Star-okat vinni. Akkor, hogyha felveszed, akkor majd megnézzük remélhetőleg. Rakodjunk homlokokat. Na nézzünk akkor egy ilyen nagy, hogy hívják ott.
Viszont szép a gyakorlót. Valami zenét nincs kedved hallgatni? Van pont. Szomszédból. Igen, a szomszédból. Jaj. Menjünk el, balra. Meg fogunk tanulni néhány rövidítést. Balra enyhén fordulj, befúj. Index, balra, kormány, én, balra. Mi is itt kanyarod ebbe? Oké, rendezhetnék nagy jelenet, mert nem arra mentél, amire kértem. Nyilván most újra tudnám tervezni, de megmondom őszintén, nincs kedve. Nincs, egyszerűen nincs. Ha nagyon szeretnéd, akkor simogassál. Hm? Dezső, jobbra? Igen, is voltunk fotózkodni pont itt ebbe a kis parkoló részen. Aha, azért mondom, hogy pont idehozott minket a... állít. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Utána meg ott leszünk. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy engem választottak. Köszönöm. Mehet az eleje. Ez számomra olyan, mint a legbecsesebb díj, és hát az is tulajdonképpen nyilván százalékon van ezekből a dolgokból. Tehát jó utat, jó szurkolást kívánok, és mindenképpen balesetmentes közlekedést két feltétellel. Egy, nem megyünk kompra, mert azon hányok. Másrészt viszont a GPS vitel sosem szűnik meg, mert akkor elbizonytalanodom, és balszaszkodókat fogok mondani. Még egyszer tehát jó vezetést kívánok önnek, és balesetmentes közlekedést, hát amennyire lehet. Majd menjél balra. Nem most, nem most, nem most, te kis kócos. Újra tervezzem, vagy akkor is csak fel fogom idegesíteni magam. Neked Tibi bácsi a Volvo pak az megvan? Neki megvan, hát, azért látja a Volvo. Szeretem ezt a vidéket. Igen, nyugis. Azért láttam az előbb azt a billencset, ami a Volvo rajta volt. Kis állok, de jobbra! És arra mondta Tibi, hogy azt nem tudom, neked nincs meg? Vagy azt nem láttad volna? Nekünk nincs, nem láttuk volna. Nekem megvan. Én valamelyik DLC-hez megkaptam. Ja, akkor lehet, hogy csak nekem nincs. De valószínű, mert én meg nem tudom, neked tudod, hogy hívják volni, átadni. Hát akkor, ha csak nekem nincs, akkor majd intézkedek. Majd, ha akciós lesz. De majd megnézem, hogy mit tudok, hogy hogy van, meg mint van. Nem szeretnének mindenféle hülye információkat feltartani, de érdemes jobbra tartani. És aztán... Én valamikor, nem olyan régen, valamivel megkaptam. Menjél jobbra. Szerintem... Mert az egyik térképet, ahogy hívják, vettem meg a... Nem azt e-mail, hanem máshol. És ja, talán ott adták hozzá ajándékba. És az a baj, ott meg szerintem csak egy dolgot lehet venni. Vagy valami festést vettem is, ahhoz kaptam. Nem akarok hülyeséget mondani. De nem biztos, hogy térképmód volt. Azt mondja, hogy
Szerintem amikor a kabin, meg a speciál transport, igen, azzal volt a Volvo. Nem kizárt. Nem váltunk sebességet, egyenesen megyünk. Na, akkor induljunk meg. Bonyít. Menjél szépen egyenesen. Látom, szép nagy. Sloy még a habokba sincs, nem látja a vonatunkat. Nem, mert én itten nem féltem már át. Megnéztem, hogy... Ennyi, Tibi bácsi. Hukat? Megköszött a gázpedel. Igen, elrendelve se. Ha esett a fél tégla. Mi volt? Kézláb kipörögen, ha gumiszag? Ilyesmi. Rendőr bácsi volt előtt, de az előbb, mert előttünk ez a vonat, most megkérdezve megyünk benne. Nagy értelme volt. Jöhettük volna sinek. Ő is kap egy állatot. Nekem nem kolompol még. Már most nem. Már nem. Mostanában nem nagyon. Hoppa, hoppa, hoppa. Elfelmettem. Enyhén jobbra. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk, te meg én. Itt vagy még, Prütyesz? Na, porlasztó hiba volt, amit tenne beszéltünk. Már megcsináltam. Ez is milyen jó átmenet a sivatagos részből, megyünk át fel itt a füves részekre, meg zöldebb területekre. Igen, mondtad, azokat sem nagyon lehet mostanában kapni. Ez a tartályos pót, ez olyan, mint én figyelj, mint a régi gyerekkorunk kifrie. Úgy néz ki, hogy meg vannak osztva benne, hogy a hullámtörők bele vannak építve. Ez kívülről is látszik. Nem sokára jobbra kell menni, de tényleg. Pisálok, de jobbra! Éjjjá! Szekőkút! Az bizony.
Ez is jó kis útszakasz lesz. Igen. Én majd azért a Montanai részre leszek nagyon kíváncsi. Kíváncsi, ki használja az út szélességét. Teljes mértékben. Jaj, volt egy spawn. Megijesztetted az autót. Ajajajaj! Meg engem is. Hol marad a kellő távolság, tudod? Nagyon a sebesség. Ti bácsi, nagyon becsúsztál? A Tibi bácsi most szedi össze a gépet, meg a lóerőt, meg a lovakat. Meg magát is. Megtört, hogy mi? Nem, csak lecsúsztam 3%. Lendületesen vettem az íveket, ahogy motorral szoktam, csak hát ugye ez egy kicsit hosszabb és nagyobb. Na, nem raktad ki a térdelet, az volt ott a baj, tudod? Nem. A koptatót nem raktad le, a koptatót. Nem, nem azokban jöttek szembe. Nem az ideális íven kagyarodtam. Ja. Meg is ilyett az autós. Csak arra nem számoltam, hogy Tibi bácsi is. Aztán becsúszott az útról. Az útról. Meg igyekeztem utána elkerülni. És sikerült. Hála a követési távolság betartásának. Ezért van az a forma egyben, hogy nem jön szembe senki. Igen. Úgy azért nagyobb kihívás lenne. Hát inkább ilyen... Ideális ívek használata. Aha, mert ugye a lekörözötteknek egy idő után ellenkező irányba kéne ott. Igen. Tudnánk mi hozni izgalmat az F1 életében. Szépséges vízesünk. Nincs fotópont. Tudsz anélkül is fotózni? Tudom. De hát akkor fotod. Á, nem. Á, ez nem. Ez nem kihívás. Az nem. Az lenne jó, hogyha tényleg az időjárás az olyan lenne, hogy változatos. Azzal nagy finírja lenne az egésznek. Tehát, hogy amit már modként meg lehet, megvan, megcsináltak, hogy tudod, a tavasz, a nyár, az ősz, a téli rész, azért az durva lehet. Még egyébként Frostynak vannak ezek a modjai.
És bekerültek tehát, ugye a téli gumik is, tehát ugye abban a pillanatban, hogyha ezt aktiválod, akkor igen. Már megjelennek azok is. Igen, de hogy külön neki megvannak ezek az évszakokra való lebontás, Úr-Euniszki táj. És hogy, tehát ott is be lehet rakni, hogy tudod tavaszt, a nyarat, és akkor úgy menegetni, csak hát azt nem tudom, hogy ez mennyire lenne lebilincselő itt. Szerintem itt jobb oldalról sísánc van, de hát nem, az csak egy út, ami csak... Nem, az ott volt, ki volt írva, hogy track ramp, a teherautó ramp. A túlfutó. A túlfutó igen. Rész, igen. Uh-huh. Na, én azt hittem, hogy ilyen síugrató pálya. De hát jó. Na, olyasmi. Ilyen sísánc, tudod? Hát igen, teherautóknak, kamionoknak. Kis bójákkal a végén. Hát szélduló! Köszönjük szépen, hello bello! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot. Soja! Szia, köszi, hello bello! Neked is köszönöm szépen a 11 hót. Mi újság? Letelt mára? Na, sikerült, minden oké is. Akkor az nagyon jó. Nem, nagyon sok balesetmenteset akkor hozzá, ha ma hoztátok haza. De hogy fért be a liftbe? Ugye? Szuper, szuper. Matt TP, hello, hello, szia, szia. Köszönöm szépen a követést. Na, az a lényeg, hogy minden szuper. Akkor új szerelem, stb. Sok örömet. Lehet használni, meg sok örömet hozzá. Így van, így van, így van. A liftet raktátok be az autóba? Aha. Az jobban. Most egyenes van, azt nagyon gyorsan ránéztem, most megyünk itt át fel a sídon. Ah, jó néz ki ez egyébként. Van kopár a táj. Igen, igen. Egyébként rohadt jól néz ki. Hanyar híd. Hát ilyet ide nem tudnál normálisat csinálni. Lesz ott még egy pár penyal. Tehát a Montrose városára.
jól néz ki lent a patak. Ez egy jó választás volt. Nem jártam még erre. Köszi, Tivo bácsi. Így adta a gép, úgyhogy mondjuk amire még itt kíváncsi lennék, csak nem tudom, hogy ez mennyire terhelni meg itt a sok pont miatt a promócos részt, tehát a kanadai rész hozzá. Egyenesen kellene csak úgy menni. Gáz, vég, meg ilyenek. Én is rátaláltam. Montrose városára. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Dezső, utána enyhén jobbra megyünk. Van ott kupleráj? Dezső, jobbra. Azt hittem, hogy nem akar el. Ja, hogy itt van a rendőrbácsi, ezt azért. Hűha. Ja. Egy vadászgép felakadt. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Hoppa, hoppa, hoppa. Elfelmettem. Enyhén jobbra. Ja, ez jó saját. Legyen a lacsonyan szállt. Ez jó volt saját. Hölgyeim és uraim, egyenesen! Hát hogy a viharban, nem másabb? Mindig, tehát minden másabb. Nekem is például, amikor a borát éskodával kezdtem, szegény a japánnak, Grand Jansington talán városára ráakadtunk. Szegény a japánnak egy 105 skodája volt. Én azon tanultam meg úgymond jobbára már vezetni, már amikor meg volt a jogosítványom. És utána, amikor a párom, tehát ma most már az ex-barátnőm megvette a kicsi korzáját, az egy kis egy 4-es sportkorza volt, tehát már az a Skodához képest ezerszer másabb volt. Aztán én megvettem utána az én kocsimat, a sajátomat, a borát, az megint csak más nem volt. Nem lehet tartani, mert utána nyilak lesznek, bizony. Aztán enyhén majd balra. Jó, hát itt a... Fordulj balra, szerintem. Jaj, itt át kell menni. Úgyhogy már az más volt. Utána, mikor megvettük 4 éve a kotkodát, az is más volt.
Se jobbra, se balra, egyenesen. Bolják a sort, vaze. Utolért, vaze. Ugye visszatérve nekem is, hogyha furcsa volt, hogy például amikor a Skodába kétszer megkérdezik, gondolom, amikor előzni akartál kiszáll ötösse. Tehát ott készülni kellett, hogy most kijön veled szembe, hogy lesz, meg mint lesz, és akkor úgy indultál neki az előzésnek. Tehát ott nagyon nehéz volt. Aztán a kis korzával, mivel kis sport volt, kis lenyényes, kis pörgős, kis motor, tehát az meg ment, mint a kis mérgezett egér. Tehát azzal is más volt a vezetés. Tehát ott már nyugodtan be tudtam menni az előzésekbe, meg minden. Utána én megvettem a 2000-es benzines borát, az amerikai kivitelt, na az meg aztán tépte az utat. Ott nem kell gondolkozni a visszakapcsolatban. Semmi. És most érdekes módon, hogy a Otkoda, az 1-5 TSI, NATO-t 6-ból nem kell visszaváltani. Tehát ott csak annyi, hogy lepadlózod, egy pár másodperc, egy-két másodperc gondolkozás, azt már ki is robbant. Tehát ott nem kell itt ezzel szórakozni. Hölgyeim és uraim, egyenesen! Tehát az már még jobban gyorsul, mint a 2000-es, ami volt. Elég furcsa, jaj. Épp azt figyelem én is, hogy ez most ez. Mintha átterelne a szembes állóba. Te mit csinálsz itt, te jó ember? Hát hagyj jöjjek már, ne. Még mit lebontod a kasztimat? Szólni, és itt van is funkciója, hogy mondjuk balra kell tartani. Ez azért is fontos, mert hogy utána aztán lesz nagy tülekedés, ahogy mellettünk az ifának minden mindegy, mert ha az egészet rommá tetszik törni, az is 10.000 forint anyagköltség. Önnek meg ugye hát nem, bár ahogy elnézem ezt az autót, ez max 15, de akkor is megéri egy kicsit most balra tartani, és utána nincs anyázás. Majd utána, hát kihajtunk a bal oldalon. Hát igen, élmény egy idős autót egy fiatalra lecserél. Biztos. Én is csak pilláztam az elején, mikor a... Úgyis 20 éves Fordomat cseréltem új autóval. És az 0 kilométeres új autó, tehát az tényleg szakadék volt. És ugye az elején azt így az ember, hogy hol van, tudja kormányozni, megtalálja az indexet, azt ennyi. Hát igen. Hát mondom, tehát mikor a Skodát vezetett, tehát az a fapados, kenyérgőzős, szervó nélküli. És ugye, ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtérül. Hát igen, ott még kenyérszárvos volt. Viszont a Korza is még nem volt szervós. De viszont már mint az őrült. Ott volt az átmenet, amikor már volt szervókocsikban, csak még az plusz felszereltség volt extra. Valószínű, igen. Az alapváltozatokban még nem, ott még nem. Hát amikor amikor a Bora megjött, hát az akkor már szervós volt, meg minden, igen, meg... Igen. Hát ott meg egészen más volt. Digit klíma, meg a többi. Pedig nem mai darabról beszélünk.
Hát, az enyém a manuál klíma volt, nem digit. Az enyém digit klímát volt. És... hát még nekem egy hatalmas közép egység volt benne, úgyhogy ezt ki is cserjedtem, aztán szétapróztuk. De hogy én mikor megvettem... Én majd 14 évesen vettem, és 15 éven keresztül hajtottam. Tehát kiszolgált, bőven kiszolgált. És elméletileg én mikor megvettem, ilyen 70 ezer kilométer volt benne 4 évesen. Németországból lett behozva, ott használták. És utána, hogy hívják, volt a téni, 180-190 ezer környéke volt benne. Hát azt az évi 20-30 ezeret, úgy reális azt, hogy belepakolgattam. Belepakolgattuk, azt így körülbelül ennyi volt. Csak aztán majd már ennyi idősen, mert hogy jönnek előfel a problémák, hogy elért a műanyag benne, szépen bomlik, megfele, kopik, zörög, letörik, szétmálik. Kezedben marad. Á, igen. És akkor így szépen apránként így próbáltam, hát mindig az embert, hogy cserélgetni. Nem kell olyan sokáig várni ezekre a dolgokra. Ja, hát igen, az újaknál. Ja, neki képzeld el, nekem a, hogy hívják, ablak emelő szaragszik. Persze a garancián túl kezd el szaragszani. Persze, biztosan. Miért is ne, úgyhogy... De baj van, itt nekem jó kis ismerősöm, aki megcsinálgatja nekem. Mi a baj? Nem működik, vagy? Hát nem működik normálisan, olyan, mint hogyha az a baj, hogy ezek... az első kettő ablak részt olyan hülyén emelgetik. Hello Bandi, szia-szia! Szia Bandi! Így van! Szia Bandi! Ott megy már vonat! Arra megyünk! Tarts jobbra! Vonat. Szuper! Hajtsunk ki a jobb oldalon! Hajts ki! Mi újság? Én úgy gondolom. Úgyhogy sem éppen kamérozunk. Éppen melyik nap emlegettük Bandit? Tegnap? Tegnap előtt? Szerintem így valahogy, igen. Tegnap. Biztos csuklott. Ja, lehet. Nincs semmi körös, így chillezünk egy kicsit. Viszi a konténereket. Eléggé pattogós az a... Biztos meghullámosodott a sinem a legyen. Lehetséges. Hát a F1 miatt be kéne fejezni. Tudod, a szokásos beszélgetéses dolgok, hogy mi az, ami félbe van, mit hogyan csinál, kéne csinálni, mit kéne csinálgatni. Tudod, ilyen előre tervezéses dolgokról beszélgettünk. És hát akkor vetődött fel, hogy ó, hát azt mi be kéne fejezni. Hát nem tudom, jöhetné te is divisionozni velünk. Neked is megvan. Nem, még vagy jól tudom, Andris. Igen, csak félbe maradt. Hát csak félbe maradt. Mi felejtődött? Hát úgy, hogy közbejöttek sok minden. Közbejöttek nála Tibi nagyon rossz dolgok, és akkor amiatt igen, utána, hogy hívják, egy kis... Ott megszakadtam. Aztán ott megszakadt. Mert utána hagytuk, elengedtük egy kicsit, hogy na, mégis ez a visszaszokás, visszalazulás legyen. Kicsit más vizekre is eveztünk. De elméleted neked megvan a Division 2, nem Andris? Meg lennénk 80 a raidre. Ja. A bőven.
Hát akkor meg... Gyere velünk játszani esténként, hogyha úgy van. Ezért olvastam, talán napokban jön ki a Breakpoint utódja. Tényleg nem jut eszembe, mivel volt valami. Nem a napokban, idén. Ja, idén? Akkor idén. Demója fönn van, meg ahogy néztem, ilyen 50 euróra fogják kóstálni. Aha. Nekem sem nyugi, Andris. Hát legalábbis, igen, ugye az árfekvés, ja, hát nem adja csak ilyen 24 órából 25-öt játszik, nem? De nem igaz, tehát nem játszottam vele egy percet se. Nem lehet dolgozni voltál. Na, ugye? Nem, hát most itt csak chilleztem, ma feljöttem, reggel összeszedtem a dolgokat, az ilyen kontrollpontos dolgokat, minden egyébként, mert nyersanyagokat, mert hogy 9 óra után volt a kedvan, és akkor jött a frissítés, meg a reszetelés, akkor újra összegyűjtöttem mindent, meg egy-két kontrollpontot elfoglaltam, azt ennyi volt, meg utána most este, ja, meg utána alvás volt, mert már az ebéd idő volt, azután meghanyatlottam, mert rövid volt az éjszaka, igaz, hogy tartalommentes volt. Aztán talán mit csináltam meg? Két ilyen, kettő vagy három csináltam meg most gyorsba. Küldit. Ami időre ment, igen. Viktor indított egy új karaktert. Ez tegnap ilyen, tényleg ilyen chillesen, normál módban. Utkoráztam. Ja. Mondta, mert délőtt beszéltünk, itt volt fent. Ő is ment éjszakára dolgozni. Aztán említette. Hát mi meg, igaz, Tibi bácsi, meg Robinnál voltunk. Őnára csillesztünk. Uh-huh. Hát ugye én nekem sem, hogyha egyedül én sem szeretek különben játszogatni vele. Inkább ilyen társasági nem, játék jó, egyébként. Az, amikor együtt mennek, ha már ketten vagyunk, akkor az már jobb. Az már úgy oké. Azért mondom, amikor tudom, mi is, hogy átmentünk Robinhoz, ott néztük a dolgokat, ott segítettünk neki. Hát meg mi tegnap mentünk egy sráccal megcsinálni a izet, igen. Az egyik ilyen Paradise Lost, azt hiszem az volt, amit megcsináltunk. Igen. Ja, az szép, Andris, 400 plusz órát belerakni. Na de hát, hogyha az jön be, akkor na. Igen, a GTA-t most nagyon rá láttam Bandi, hogy azzal szoktál játszani. Hát ha az jön be, az jön be. Na, így van. Na! Az jó! Na, az szuper, gratula! Akkor az új pozihoz. Reméljük, hogy jó lesz és minden úgy fog alakulni, ahogy jó legyen neked. Hát így meg akkor esténként tudná velünk jönni, azt akkor egyedül másabb például azt játszani, vagy közösségbe feljönni, és akkor itten bohózkodunk, mert igazából azt csináljuk.
Előre, egyenesen, szépen, tovább. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. A szép. A strand csúszda meg élményfürdő. Nem tett Tibi jobbra? Igen, igen, be is ugorhatom. Ja, nem arra megy? Á, fenébe. Pedig csúszdáztam volna engem. Ne is mondja, január végén csúszdáztam. Úgy belement az orromba a víz, hogy megfordult. De jobb, mint hogyha máshol ment volna bele. Ja. Az átrendszer felül írja, mi? Igen. Én mondtam is, hogy kijöttem, hogy bement az orromon, megfordult hátul, azt a számon meg kijöttél, hogy kis agyamnak visszajött. Ilyen gyors csúszdán. Hát kitisztítottam. Bohóckodtunk a gyerek, hogy volt itt az arcileg, az ki lett takarítva rendesen. Pedig úgy, hogy be volt fogva az orrom, tudod, de semmit nem jelentett. Na, hát figyelj, de hát most... Tehát elsőre senkinek sem megy az ilyen dolog, hát bele kell szokni, meg kell tanulni. Utána már, akkor már hogy megy a... Ennek ezek a dolgok utána már hogy jó lesz. Na, itt vagyunk most már én is a strandnál. Itt jobb oldalt lesz a hídon át, alatt átmegyünk. Aha. Ez alaparos jobb. Tudod? Tartsunk balra, az jó lesz. Ja, a nagy okosok, értem. Mérni kell. Hát akkor most menjünk, mert én már túlszaladtam rajta. Nem figyeltem. Ugye most már itt van, hogy állj meg a hídmérlegem. Igen? Ilyen, Andris mindig azt szokott okoskodni, aki nem ért hozzá. Az a legokosabb. Így van, meg az is tanítja. Aki érti, azt csinálja, aki nem érti, tanítja. Vagy hogy szokták mondani? Megint tanár ismerősre meg szoktam mindig ezzel szívni a vérét. Az biztos, hogy aki hülyeségeket beszél, az aztán meg van győződve a hülyeségére nagyon, és akkor kiáll mellett. Ja, igen. Kedves párom emlegeti föl volt még az előző cégnél, hogy jött egy magyar illetőség, hát hogy aztán fog területileg hol lesz igazából nem derült ki. És hát ő fölemlegeti, amiket
meséltem neki arról, hogy miért történeteket, hát történeteket, tehát ő úgy mesélte ezt, mint valós dolgot. Elkezdtem mondani, hogy ő Ceaușescu-nak volt a testőre, bodyguard, mert ő Franciaországban légióba tanult, így tudod, ilyen holt koszosmálós ruhába, és akkor így mondom neki, és oké. És mondom, hol voltál, amikor volt a túlkép, a felkelés és az egész. Akkor épp Szabin volt. Aha. Hoppá! Várjál, Tibi, várjál. Várom. Jó duma. És akkor elkezdtem mondani, neki van Bécsbe egy lakása, aztán azt hiszem, talán Erdélyt mondta, ott van neki egy étterme. De ő 8 nyelven beszél, ő 10 évig dolgozott Angliába, valami 10.000 fontért havonta, meg ilyeneket dumált, és mondom neki, de őszintén mit csinálsz te most akkor itt? Ezt akartam kérdezni, mit keresek? Hát mert hogy nem úgy jöttek össze meg az asszonnyal, és hogy a társa is, meg izősítetted. Figyelj, ha te beszélsz, akkor itt vagy mellettem egy holt koszos ruhás melóz göncbe, mondom, te 8 nyelven beszélsz, az még Németországban is minimum egy vezető szintű dolog, tehát vezető szerelő, vagy tovább megyek, akkor egy projektlighternek kéne lenned. Hagyd ki a jobb oldalon. Mm-hmm. A jó pofa olyan, mintha tehát, virágnak. És, de ki. A döbbenet az volt, hogy halál komolyan mesélte ezeket. Tehát amikor elmondta, hogy ő Franciaországban légióba képezték ki. És akkor... Meddig? A első két hónapban megkapta ki képzés körülbelül? Nem tudom. Andris, ne beszélgettünk sok mindenről, aztán úgy nagy vonalakban nem igazán van olyan apropó, amivel érdemes lenne, de majd, hogyha bejössz majd EC-re, majd tudunk erről beszélgetni. Az igazság, hogy az új megjelenések szinte mind hulladékok. Én ahogy nézem a videót. Igen. Fé, most néztem, ahogy hívják ott, ami most játszanak vele. Ez a taxi szimulátor. Hát az is tehát, tök gáz. Hát hallod, azon rövök annyit. Most néztem három embernél is. Játékba, hát én... Talán előttem magamat. Na, Logan városát megtaláltuk és kaptunk valami... kihívás teljesítésének a emblematikáját. Kérjöttem én utána, hogy más, egész máshova kell megállni. Szerintem nagyon jó kérdés, mert ideig utána jöttem is. Én meg nem tudom, hogy hova mentem, mert én meg itt eltévedtem. De hol? Hát én meg túljöttem. Tudtottad? Tudtottam bőle. Tudtottam. Na mindjárt ide betolunk. Azért találtam meg Logant. Én nem találtam meg, mert nem mentem. Értelek. Nem jól felszed, nem elszed. Hogy kéne oda menni? Ilyenkor baj, hogy nem lehet kiszállni. Aztán... így van Zulu, így van. Valami csigusz házikusz találtam. Szarban a palacsintában már nem villog sehol. A zászló itt van, ahol vagyok, de ott nincs semmi jel. Hogy hova kéne álljon. De ebben nem tudok segíteni, mert hát ugye... csak te láthatod. Nem.
Én csak a piros zászlót látom, de nem látom a fehér. Balra! Nem most, nem most, hanem picit később. Nem, mert tüsszentenem kell, akkor tudnám csak kimondani. Hol kell bemenni? Itt. Ott balra. Ja, a zárt kapu elhúzódik, tehát most az zavart meg szerintem, hogy kapu van ott. Basszat hívják, voltam, de semmi, hogy nem jelzi, csak egy zászló bent van hátul a francba. Ó, azt a mindenit. Nincs meg. Menjél ki a magyar aztán. Köszi, Andris. Köszi, köszi. Nekem ott mutat valamit hátul. Képzeld el, nyissunk pezsgőt. Hát nem másnál egy pezsgőnyítás mondjuk. Kicsit bátrabban vezetnénk. Ó, az igen. Itt találtál, Tibi. Nem megtaláltad, úgy hallom. Szerintem nekem is oda kell. Cikcankba kell betolatni. Hát jó, mondták már, hogy... Igen, mondták már, hogy valami újdonságot is be kéne hozzá, aztán jó, van legyen egyefene valami ilyesmiket, itt pakolgassunk befele. Tessék. Jufú! Ahogy Jordi szokta. Kilencem pötty. Nekem csak 40-est adott, úgyhogy egy nyomás köszönöm. Az! Pontosan ezt hiányzik, Andris. Pontosan ez. Hát akkor most szerencsém volt a 90-essel. Az előbbi nekem is 90-es volt. Legendának már nem ad. Ja. És akkor most írni kell? Jó, engem annyira nem is hiszem, úgyhogy elérted. De csinogathatod egyet fontoszt. Minted. És megint elkezd csepörögni az eső. Megsiratja a 90 TP-t, fogadjunk. Na nézzük azt a... Mennyit mert adni? 90-et megadta. És megadta! Tudod. Ahogy. Gyuri bácsi szokta kiabálni. Ugyan. Nem, hátra előre. Rosszul mondtam.
kell mondani, előre megyünk, nem hátra. Igen, szakadékban is azt szokták mondani. Megijedtél, mi? Meg. Szívéhez kapott, ide láttam. Mondtam, összekarcolod a járműben. Jó, a friss dukózást. Érintőre vettük azért. Így. Köszönöm Tomás, itt voltál. Szia-szia. Jó éjszakát neked is. Hát én azt mondom, hogy szerintem itt ezzel már úgyse tudunk pázsa belefogni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszöntöm a gurulást, de még mielőtt kilépnénk, mivel Tibi már nem tud kirúgni. Azért önként is dalolva a menetet azért elhagyom, és akkor megnézzük, hogy mit sikerült összehozni így. Három felfedezett város. Egy kamionkereskedő, 0,9%, útszakasz 281 ezer és 2676 tapasztalati pont. Úgyhogy nekem ez így sikerült. Majd akkor holnap, lehet, aztán beszélünk. Jó hét, szia Andris! Köszi szépen, Soly, hogy itt voltatok. Zulut is üdvözöljük. Köszönöm szépen. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer Tibi bácsi, Tibi, nektek a gurulást. Én is köszönjük. Köszönöm szépen a követést, az újbóli feliratkozásokat, a szondalerteket, úgyhogy köszi, és további szép estét, jó éjszakát, sziasztok! Jó éjszakát, sziasztok!